Kérem, kézfelemeléssel szavazzom. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elutasította. Tisztelt országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előteresztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a mai napon sorra kerülő alkotmánymódosítás zárószavazására az MSZP képviselői név szerinti szavazást kértek. A név szerinti szavazás után nem tartunk szünetet, hanem három előterjesztés tárcsorozatba vételéről határozunk. Az eredmény kihirdetésére ezt követően kerül majd sor. Tisztelt Ház! A házszabály 53. szakaszának első bekezdése értelmében az országgyűlés a házbizottság javaslatára egyes napirendi pontok időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. A házbizottság ennek alapján azt kezdeményezi, hogy az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló TÉPER 3357-es számú előterjesztést az országgyűlés 6 órás időkeretben tárgyalja meg. A napirendi ajánlás tartalmazza az időkeret felosztását. Felkérem Móring József Attila jegyzőt, hogy ismertesse az időkeret felosztására vonatkozó indítványt. Tisztelt országgyűlés! A javasolt 6 órás időkeret megoszlása a következő. A Fidesz képviselőcsoportjának 122 perc, az MSZP képviselőcsoportjának 72 perc, a Jobbik képviselőcsoportjának 64 perc, a KDNP képviselőcsoportjának 58 perc, az LMP képviselőcsoportjának 41 perc, a független képviselőknek pedig 3 perc áll rendelkezésre. A frakciók részére biztosított időkeretek magukban foglalják a 20-20 perces vezérszónoki felszólalások idejét is. Tisztelt országgyűlés, a házszabály 53. szakaszának első bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja 3 perces időkeretben felszólalhat. Megkérdezem, hogy kíván-e ezzel a lehetőséggel valaki élni. Amennyiben nem, most határozathozatal következik. Kérdezem tehát a tisztelt országgyűlést, egyetérte azzal, hogy az előterjesztés 6 órás időkeretben tárgyalja. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy 282 igen szavazattal egyhangulag a javaslatot a ház elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az elfogadott napirendnek megfelelően a vitára a holnapi napon kerül sor. Most 14 óra 15 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy az országgyűlés elnökeként a házszabály 90. szakaszának 4. bekezdésének 91. szakasz 2. bekezdésével kiterjesztett jogkörömmel élve, továbbá az ügyrendi bizottság 36/1998-2002 ÜB számú általános érvényű állásfoglalás alapján visszautasítottam Endrésik Zsolt képviselő úr által az I/per 3351-es számon benyújtott interpellációját, illetve K/per 3350-es számon benyújtott szóbeli kérdését, továbbá Ferenci Gábor képviselő úr által K/per 3251-es számon benyújtott írásbeli kérdését, illetve Kócsár Gergely képviselő úr által I/per 3369-es számon benyújtott interpellációját, mivel az indítványok nem tartoznak a megkérdezett Nemzeti Erőforrás miniszter feladatkörébe. Tisztelt országgyűlés! Elsőként Varjú László MSZP-s képviselő úrnak adom meg a szót, aki interpellációt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez. Több ember, kevesebb pályázat, lassabb kifizetés címmel. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr! Magyar Köztársaság kormány tagjai számos fórumon rózsás színben festik le az új fejlesztéspolitikai intézményi helyzetet, és örömmel tudatják a világgal, hogy a disznóban, ahogy ezt a pályázati rendszert önök nevezik, rendet tettek. De mi történt valójában? Az, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szakértelme hatékonysága folyamatosan romlik. A kisebb, hatékonyabb állam koncepciójával ellentétesen 117 munkatárs alkotmányellenes elbocsátását követően 173 új kollégát vettek fel, és ezzel egy időben a pályázati rendszer végzetesen lelassult.
2010-ig a nemzetközi összevetésben is kimagaslóan teljesítő fejlesztési forrás felhasználásban 51%-a volt hazánkban leszerződve, 16%-a pedig kifizetésre is került, melyel az EU tagországok között vezetőhelyet foglaltunk el. Ehhez képest 2011-ben az új Széchenyi terv beindítása óta pár tíz projektről született döntés, és a havi átlagban felgyorsult támogatási döntéshozatal, ha a valós tényadatok mást nem mutatnak, ráadásul igen fontos mutatókban, még a tervszámaiktól, a saját tervszámaiktól is jelentősen elmaradnak a kifizetésekkel együtt. Ezzel együtt kell felhívnom a figyelmet arra, hogy ezekben az adatokban az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatai szerepelnek a legnagyobb mértékben, azaz a kifizetések, a szerződéskötések nagy része még mindig az Új Magyarország Fejlesztési Terv eredményeinek tekinthetők. Érdekes lenne látni egy külön statisztikát, természetesen nem a zöld táblára átfestett kék táblás fejlesztési tervek helyett, hogy az örömkampány keretében az új Széchenyi terv mekkora részesedéssel van jelen például a kifizetések területén. A kormányt hallgatva a szakértőkben felmerül a kérdés, hogy valóban olyan rózsás a helyzet? Valóban ennyire pozitív az a helyzet, hogy a 6 milliárd forintot meghaladó tartozásuk, mely a vállalkozásokkal szemben fennáll, több mint 7000 számla kifizetetlenül áll a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, vajon ilyen teljesítményvel számoltak önök az intézményrendszer felforgatásának időszakában, és az új fejlesztési terv egyidejű véghezvitelekor? Ilyen hatékonyság, gyorsaság mellett jelentős kétségek merülnek fel a források felhasználását illetően. Nem kétlem, hogy a kormány megpróbálja felgyorsítani a kifizetéseket, a szerződéseket. Az a gond, hogy nem megfelelő szakértelem mellett ez nem hatékony, nem eredményes fejlesztésekhoz fog vezetni. Gondolom, célszerű lenne tiszta fejjel felmérni a helyzetet, van-e elmaradás, vagy tovább beszélünk egy hibátlan pályázati rendszerről, beszélnek önök. Magyarország megint elszalaszt egy lehetőséget a felzárkózásra, az amúgy is nagyon nehéz világpiaci helyzetben lévő gazdaság élénkítésére. Köszönöm megtisztelő figyelmét. Válaszadásra megadom a szót Fornagy János államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Beszéljünk a számokról. Azokról a számokról, amelyek azt mutatják, hogy a támogatási rendszer megújítása egyértelműen sikeres volt. Az elmúlt egy esztendőben ugrásszerűen megemelkedett a szerződött projektek száma, növekedtek a kifizetett támogatások, a lehívott források összege időarányosan megsokszorozódott. 2007. januárja és 2010. májusának vége között hetente átlagosan 103 darab támogatói szerződést kötöttek, ez a szám azóta hetente 179-re emelkedett. A kifizetések heti átlaga 5,5 milliárd forintról 14,1 milliárd forintra növekedett. Önöknek 3,5 év alatt mindössze 1,6 milliárd eurót sikerült Brüsszelből rehívni, mi ezt az adatot fél éves kormányzás alatt túlszárnyaltuk. Ha nekünk nem hisz, ajánlom képviselő úr figyelmében az Európai Bizottság tájékoztatóját, mely szerint márciusban Magyarország hívta le a legtöbb forrást, az összes tagállam felé kifizetett összegnek mintegy egynegyedét. Beszédes adat az is, hogy 2010. június 1 és 2011. május vége között több mint 10 000 pályázatot fogadtunk be, emellett az elmúlt év során több mint 9 000 szerződést kötöttünk meg. A változás tehát mind mennyiségi, mind minőségi szempontból egyformán jelentős. A vitathatatlan eredményeken túl azt is mutatják a számok, hogy a tempó további fokozására van szükség. Korábbi időszak támogatás politikájának súlyos öröksége ugyanis, hogy a következő években, és ezt képviselő úr jól látja, még mintegy 6300 milliárd forint kifizetését kell megoldani. Legfőbb oka ennek az, hogy önök főként a kötelezettségvállalásokban jeleskedtek, említhetik néhány mai napig közismert, emblematikus beruházást, a 40 centis kilátót, a kutya fitness és társait. A kormány mindent megtesz a kifizetések további gyorsítása érdekében. Lényeges nemzeti érdeknek tartjuk, hogy az önök által elkövetett hibákat korrigáljuk, melyek miatt nem zárható ki egyes források bentmaradásának veszélye sem. Mindenképpen el szeretnénk kerülni, hogy a szerződött projektek finanszírozása a hazai költségvetés terhelje.
A következő pénzügyi időszakra az MSZP kormányoknál erősebb alkupozíciót szeretnénk kivívni. Tudjuk, hogy hazánk megerősítése jelentős mértékben az Európai Uniós támogatások hatékony és gyors felhasználásán, a hazai kis és közepes vállalkozások mielőbbi forráshoz juttatásán múlik. Megnyugtatom ezért képviselő urat, hogy a feladatot meg fogjuk oldani, azzal megbirkózunk. A kedvezményezetteket és az intézményrendszert is érintő összetett megoldásokba gondolkodunk, amelyek már a közeljövőben is gyorsítani fogják a kifizetéseket. Erre jó alapot teremtenek az eddigi eredmények, a sokkal több pályázat, a források lendületesebb gazdaságba áramoltatása, és e célokért mostanáig is rendkívül hasznosan dolgozó, felkészült szakembergárda. Kérem, hogy az elhangzottak alapján képviselő úr válaszomat elfogadni és méltányolni szíveskedjék. Köszönöm a figyelmüket. Megkérdezem az interpelláló képviselőt, elfogadja a választ. Köszönöm szépen, tisztelt államtitkár úr. Az intézményrendszer leállásának egyéves évfordulóján inkább arról kell beszélnünk, hogy önök jelentősen sokkal tartoznak azoknak a vállalkozásoknak és pályázati gazdáknak, akiknek a 7000 számlával bent lévő tartozásukat kellene kiegyenlíteni. Ez a 6 milliárd forint az, ami például azonnali segítséget jelent a vállalkozásoknak. Kötelezettségvállalásról beszél az esetünkben, ez valóban így van, hiszen ez azt jelenti, hogy azok a sikeres pályázatok, amelyek eredményesek voltak, azok támogató döntéssel rendelkeznek, és ez a forrásra mindvégig számíthattak és számítanak továbbra is ezek a pályázatok. Összességében véve önök az intézményrendszer leállásának, hangsúlyozom, egyéves évfordulóján sok kívánivalót hagynak maguk után. Mindazok a gyanús közbeszerzések, amelyek veszélybe sorolják a források felhasználását is, mindezek alapján az ön válaszát elfogadni nem tudom. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt házat, hogy államtitkár úr válaszát elfogadja. Kérem, szavazzanak. Megállapítom, hogy a ház 198 igen szavazattal, 52 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett államtitkár úr válaszát elfogadta. Tisztelt ház, Lenhardt Balázs, a Jobbik képviselője interpelációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez, folytatódik a kész átverés show címmel. Képviselő úr, jó szó. Múlt héten Orbán Viktor sajtótájékoztató keretében jelentette be az úgynevezett otthonvédelmi akciótervet, ami az elmúlt egy évben megszokott módon csak egy újabb hangzatos kormányzati lufi, a devizahitelesek problémáinak a megoldását semmilyen módon nem fogja megoldani. Hiába mondja ezt államtitkár úr a kormányzati eredmények között. A kormányzati kész átverés show változatlanul dübörög tovább. Most kirántják ezzel az intézkedéssel egy pillanatra a fuldokló fejét a háborgó habokból, aztán majd kövekkel rákötve lökik vissza az örvénybe. A rögzített árfolyam ugyanis csak 3 évre fog nyújtani némi haladékot az adósok számára, miközben a tényleges árfolyam közötti különbség önállóan az úgynevezett gyűjtőhitelszámlán külön kamatozik, és 2015-ben majd egyszerre szakad a szerencsétlen kizsigerelt kiszolgáltatott adós nyakába. A teljes adósság cunami. Mert nehogy megtévesszen bárkit ez a kormányzati propaganda, amit itt most otthonvédő csomagként akarnak ránk tukmálni, ez csupán a fizetési kötelezettség elhalasztása, kitolása. Ez gyakorlatilag lehetne a futamidő meghosszabbítása is, amire van is törvényi lehetőség, akkor még nem lenne extra kamat sem. A fizetni nem tudó adósok lakását pedig átvenni a Nemzeti Eszközkezelő, melynek a felállítására kiírt már 3 kormányzati határidő lejárt, de a mai napig nem lehet tudni, hogy milyen forrásokból jönne létre, és milyen feltételekkel finanszírozná meg ezeket a lakásokat. Ha eddig nem tudta fizetni a szerencsétlen adós a törlesztő részletet, akkor ezek után majd a bérlakásnak miből fizetné a bérleti díját? És azt a cinizmust is megengedi magának Orbán Viktor, hogy azt mondja, hogy majd 2012-től elinduló bérlakás építési program keretében akár több ezer ház is megépülhet.
és a otthonvédelmi kamattámogatásra összesen 1,5 milliárd forintot terveznek be a költségvetésbe. Hát ehhez képest a kormány közeli és állami cégektől a Videoton futballklub támogatására is több jut minden évbe. A kilakoltatási moratórium július 1-jével lejár, mert a kormánynak fontosabb a lakosságot család módon átverő bankok követeléseinek megtérülése, mint a magyar emberek százezreinek a lakhatása. A 90 napot meghaladó késedelembe esettek száma már jócskán 100 000 fölött van. Ők júliustól az utcára kerülhetnek. És ne legyen kétségünk, hogy majd megesik rajtuk a szíve a már 1,5 éve készenlétben álló végrehajtó és ingatlanforgalmazó maffiának. Egész iparág épült fel a szerencsétlen emberek értékeinek potom pénzen való megszerzésére. Önök tavaly a nyári adósmentő csomag csekély eredményei után újra hülyítik és átverik az embereket. Most a mintegy 1,5 milliós devizahitellel rendelkező lakossági és vállalkozói rétegből 100 000 válnak a szószoros értelemben földön futóvá az önök asszisztálása mellett. Ez nem jelent megoldást, és a kialakult helyzetért felelőssége van a kormányzatnak is, az elmúlt évekbe kormányzó bank, és a bankoknak ugyanúgy. És a fekete levest megint az emberekkel kívánják megitatni, és a terheket kizárólag rájuk hárítani. Magyarország újra az 5 millió koldus országa lehet ezzel az intézkedéssel, mert cserben hagyják az embereket július 1-je után. Megkövetem a tisztelt házat, olyan lendületesen mondta a képviselő úr az interpelláciáját, hogy elfejtettem figyelmeztetni, hogy régen lejárt az ideje. Megadom a szót Csíkfalvai Zoltán államtitkár úrnak a válaszra. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Kicsit túlszaladt az idővel, ezért nem tudom pontosan mi a kérdés. Azt látom, hogy nagyon erősen kritizálja az otthonteremtő akciótervet. Hadd emlékeztessek arra, hogy ebben a házban április végén egy nagyon színvonalas lakáspolitikai vita volt, ahol gyakorlatilag szinte majdnem teljes körű egyetértés volt azokban a politikai alapelvekben, hogy milyen technikai megoldásokat lehet alkalmazni. Felsorolnám ezeket a politikai alapelveket. A probléma megoldásából mindenki arányosan vegye ki maga részét, vagyis tehermegosztásra van szükség a bankok, az állam és a hitelfelvevők között. Lakáshitel tartozása miatt senki nem kerülhet az utcára, mindenki számára biztosítani kell, hogy fedél legyen a feje fölött. Nem született olyan megoldás, amely felelőtlen hiteltörlesztői magatartásra ösztönzi a hiteleseket. Nem kerülhet veszélybe az államadósság elleni fellépés, valamint az államháztartási hiánycél teljesítése. Nem kerülhet veszélybe a bankrendszer stabilitása sem, hiszen a bankrendszer működése alapvető a gazdaság finanszírozásában. És hatodikként a probléma megoldásánál figyelembe kell venni, hogy az adósok nem képeznek homogén csoportot, ezért célzottnak kell lenni a segítség. Én úgy gondolom, hogy az otthonteremtő akcióterv valamennyi feltételnek megfelel, és valóban célzott segítséget nyújt. Azok számára, akik jelenleg is törlesztik hiteleiket, de különösen az árfolyam ingadozás okozhat számukra nehézséget, úgy gondolom, ott az árfolyam rögzítés igénybevétele jelenthet megoldást, ezzel kiszámíthatóvá válik a törlesztés, és mivel ez egy alacsonyabb szinten van megállapítva maga az árfolyam gát, ezért megfizethető is lesz a havi törlesztő részlet. Azok, akik már hiteltörlesztéseikben 90 napon túli késedelemben vannak, és vállalják azt, hogy lakásukat eladva egy kisebb és olcsóbb lakásba költöznek, a kormány itt egy kamattámogatási programot indít, és egy kamattámogatási programmal nyújt segítséget. A kamattámogatás 5 éven belül vehető igénybe. Adok számára, akik pedig szociális helyzetük miatt tartósan fizetésképtelnek, ott a nemzeti eszközkezelő nyújthat segítséget. Egyrészt azáltal, hogy megvásárolja a bankoktól a szociális alapon jogosult adósok ingatlanát, majd ezt bérbe adja az eredeti tulajdonosoknak. Tudom, feltette a kérdést az előbb, hogy lehet az, hogy most akkor a bérből hogy tudná fizetni mondjuk a bérleti díjat, hogyha nem tudja fizetni a havi törlesztő részletet. A bérleti díj az most is egyébként alacsonyabb sok esetben, mint a havi törlesztő részlet. Kettő, a bérleti díjnál az állam mindig alkalmazhat valamilyen szociális szempontot, a törlesztő részleteknél nem szólhat bele az állam. Másrészt az eszközkezelő a bajba jutott családok számára létrehozandó új otthonok építését is tervezi a közmunka program keretében, amelyek szintén bérlakás formájában vehetők majd igényben.
és említette a kilakoltatási moratóriumot, itt egy kvóta rendszer lesz érvényben, vagyis fokozatosan kerülnek ki ezek a lakások a piacra, éppen annak az ütemében, ahogy az eszközkezelő felépül. Ugyanakkor az, amit tisztelt képviselő úr és pártja javasol nevezetesen, hogy a szerződés kötési árfolyamon forintosítsuk a deviza hiteleket, ez úgy gondolom, hogy a hitelfelvevők felelősségét kérdezi meg, az államháztartást és a nemzeti valutát is hosszú-hosszú évekre romba dönteni, gyakorlatilag pedig kivitelezhetetlen. Hogy mi a kész átverés show, én úgy gondolom, hogy a kész átverés az a javaslat, amit akkor is önök megfogalmaztak, nevezetesen a szerződés kötési árfolyamon történő forintosítás. Ez technikailag kivitelezhetetlen, és ez egy kész átverés show, amit ebben mond. Köszönöm a figyelmet, kérem válaszom elfogadását. Köszönöm. Lennart képviselő úr, a szó. Természetesen nem tudom elfogadni a választ. A kész átverés... A kész átverés sajnos az a kormányzati látszatintézkedés és a hülyítés és a maszatolás, amit csinálnak ebben az ügyben az elmúlt egy évben. Az a kérdés, hogy mikor fogják fel és értik meg, hogy nem lehet az emberek lakhatását, ezt az alapvető emberi jogot kockára tenni, a bankok érdekeinek megfelelően nézni ezt az egész kérdést. A Jobbik megoldása az nem átverés, hanem az egyetlen lehetséges és igazságos megoldása ennek a kérdésnek. Az alapfelvételkor érvényes árfolyamon kell forintosítani, és úgy mindenkinek lenne lehetősége, hogy valóban vissza tudja fizetni, és nem ezeket a tisztességtelen feltételeket, amit a bankok kikötöttek, és tényleg családmódon szerzik meg ezzel az átveréssel együtt az emberek ingatlanát, lakását, és tesznek földön futóvá milliókat akár. Köszönöm. Kérdezem, a tisztelt házat elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak. A ház 197 igen szavazattal, 87 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a választ elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, Ág Péter a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a honvédelmi miniszterhez, megszűnte a korrupció a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságoknál, és átláthatóbbá vált-e a tárca működése címmel. Ág Péter képviselő úrai a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter úr. A közelmúltban kezdte megismerni a közvélemény azokat az előző kormány alatt történt korrupciógyanús eseteket, amelyeknek magas beosztású érintettje volt, mára pedig gyanúsítottja lett. A HM vagyonkezelésében lévő gazdasági társaságok és azok vezetői az ügyek főszereplőivé, a napi híradások és a média mindennapos szereplőivé váltak. Az időközben lezárult nyomozások kapcsán megtudhattuk, hogy a HMS vesztegetési ügyként elhíresült bűncselekménysorozat gyanús esetekben a tárca vagyonkezelésében lévő gazdasági társaságok közül a HM térképészeti nonprofit Kft., a HM rekreációs nonprofit Kft., illetve a HMEI ZRT egyes volt vezetői, vezető tisztségviselői komoly szerepet játszottak. A jelek szerint a tárcánál vezetőként alkalmazott személyek irányításával és közreműködése révén több százmilliós kár keletkezett. A jelentős anyagi hátrány okozása mellett a Magyar Honvédséget komoly erkölcsi veszteség is érte, ugyanis a szolgálatot híven teljesítő, feladatukat becsületesen ellátó katonák társadalmi megítélése is érdemtelenül bár, de romlott. Ezzel pedig egy olyan intézmény hatékony működése került veszélybe, mely hazánk biztonságát hivatott szolgálni. Tisztelt miniszter úr! A polgári kormány elsődleges célkitűzése volt a széleskörűen elterjedt korrupciós gyakorlat azonnali és radikális megszüntetése, új erkölcsi és gazdasági szemlélet bevezetése, illetve egy hatékony szerkezeti, szervezeti és ellenőrzési rendszer kiépítése. A balliberális kormányok regnálása alatt valamennyi eddig napvilágot látott bűncselekménygyanús eset között úgy tűnik, hogy a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei sajnos kiemelt helyet foglaltak el. Hallottunk hűtlen kezelés gyanújáról, hallottunk felelőtlen gazdálkodásról, hallottunk közbeszerzési szabályok megszegéséről,
és hallottunk viszkis dobozokról is. Összegezve tehát, az elmúlt években a tárca vagyonkezelésében jelentős anyagi kár keletkezett, miközben a honvédelem ügye a közmegítélés romlása folytán erkölcsi értelemben is kárt szenvedett. Mindezek alapján tisztelettel kérdezem miniszter úrtól, milyen jellegű és milyen nagyságrendű korrupció gyanús ügyeket tártak fel? A feltárt ügyekkel kapcsolatban milyen intézkedéseket tett miniszter úr? Milyen lépések történtek eddig, és várhatóak a továbbiakban az átlátható és szabályos működés megteremtése érdekében? Tisztelt miniszter úr, röviden, rend van-e, rend lesz-e a Magyar Honvédségnél? Várom miniszter úr megtisztelő válaszát. Hende Csaba miniszter úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársam. A Magyar Honvédségnél rend volt, van és rend is lesz. Ezzel szemben sajnálatos tény az, hogy a magyar haderő működtetéséért felelős irányító szervnél, azaz a Honvédelmi Minisztériumnál és háttérintézményeinél káosz uralkodott a Nemzeti Ügyek Kormányának hivatalba lépésekor. Jelentem most arra a honvédelmi tárcánál is rendet tettünk. Első miniszteri munkanapomon egy morálisan szétesett minisztériumot, átláthatatlan és felelőtlen gazdálkodást és a hatékonyság szinte minden elemét nélkülöző struktúrát találtam. Ilyen körülmények között tűztem ki azt a célt, hogy végre egy hatékony, racionális és transzparens módon működő honvédelmi rendszer teremtsünk meg. Ennek érdekében mindenekelőtt a vezetésben eluralkodott korrupciót kellett felszámolni. Félreértés ne essék, ez nem politikai boszorkányüldözés, hanem a közjó érdekét szolgáló kötelezettség volt. Első intézkedéseimmel elindítottam a tárca és a vagyonkezelésébe tartozó társaságok, gazdasági társaságok átvilágítását és a törvénytelen, illetve pazarló gazdálkodás felszámolását. Az átvilágítás teljes folyamatát röviden ebben a mindenki számára hozzáférhető fehér könyvben foglaltuk össze. Tisztelt képviselő úr, a korrupciós ügyeket illetően arról tudom tájékoztatni, hogy főként a hűtlen kezelés különböző minősített esetei, közbeszerzési bűncselekmények és okirathamisítás gyanúja miatt indultak büntetőeljárások. Tárcánk vagyonkezelésében jelenleg 7 gazdasági társaság van, ezek közül 5 társaság esetében bizonyíthatóan, tehát pusztán az iratokból a bizonyosság erejével megalapítható módon közel 1,8 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a jogsértő magatartás. A ténylegesen okozott anyagi kár mértéke, az erkölcsiről nem is beszélve, azonban ennél lényegesen nagyobb, de mindez csak a jogerős bírói ítéleteket követően tudjuk majd számszerűsíteni. Hagyjuktassam meg, a tárca minden esetben polgári jogi igényét a büntető eljárásokban szigorúan érvényesíteni fogja. Az átvilágítási folyamat során összességében 45 rendbeli, részben folytatólagosan elkövetett bűncselekmény gyanúja miatt tettünk feljelentést a legfőbb ügyészségen. A büntető feljelentéseken túl a következő intézkedéseket tettük. Valamennyi szerződést, beszerzési eljárást felülvizsgáltunk, és a beszállítók frontján létrejött parazita hálózatot felszámoltuk. Valamint megszüntettük azt az abszurd állapotot, amelyben a Magyar Honvédség egyes alapfeladatait magáncégek látták el. Ilyen volt például az objektumok őrzésvédelmének kiszervezése. Ez a múlt, kedves képviselőtársaim, de nézzük meg azt is, hogy mit tettünk az átlátható és szabályos működés érdekében. Először a tárca létrehozta a gazdasági társaságok működésének rendszeres elemzését, controlling tevékenységét végző főosztályát. Másodszor a hatékony működés megteremtése érdekében számos szervezeti és működési átalakítást hajtottunk végre. Harmadszor a társaságok testületeinek számát a törvényi minimumra csökkentettük és a tagokat lecseréltük. Végül a minisztérium szakemberei elkészítettek egy új etikai kódexet és antikorrupciós stratégiát. Tisztelt képviselőtársaim! A honvédelem nemzeti ügy. A Magyar Honvédség olyan intézmény, amelynek minden körülmények között működnie kell. Ehhez az alapot a becsülettel szolgáló honvédeink biztosítják. Valamennyiünk közös feladata pedig, akik e házban dolgozunk, hogy mindehhez az anyagi feltételeket teremtsük meg, és biztosítsunk erkölcsi támogatást. Mindehhez a Magyar Honvédségen túl immár a Honvédelmi Minisztériumban is biztosított a rend.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem válaszom elfogadását. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja a választ. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm miniszter úrnak a megtisztelő válaszát. Azt gondolom, hogy mindhárom feltett kérdésemre megnyugtató választ kaphatunk. Viszont ahogy hallhattuk egyik képviselőtársunktól is, valóban szégyen az, ami az elmúlt időszakban a Honvédelmi Minisztérium és azoknak a háttérintézményeinél